Megható volt az az összefogás, amit stábunk tapasztalt a győri állatmenhelyen. Az intézmény december 12-én és 13-án tartotta az állatok karácsonyát, melyre rengeteg jó szándékú állatbarát érkezett. Az elmúlt hétvégén nem csak sétálni vitték az árva négylábúakat a menhelyre látogatók, rengeteg ajándékkal is kedveskedtek, hogy karácsony csodája a vétlen állatokat is megérintse. Mivel egész évben 1200-1300 állatról kell gondoskodnunk, illetve jelenleg is van közel 300 állat az állatmenhelyen, ezen kívül még támogatunk olyan állatbarátokat, akik ideiglenesen magukhoz vesznek gazdátlan vagy gazdára váró kutyákat, cicákat, vagy éppen ilyeneket etetnek, ezért nagyon fontos az, hogy az ő ellátásokat minél könnyebben tudjuk biztosítani, és hát ezek az adományok azért nagyon-nagyon jelentősen hozzájárulnak ehhez. Több tonnányi tápot, takarót, fertőtlenítő szereket és játékot vittek a jótékonykodók az állatmenhelyre, aki ahogy tudott, úgy segített. Ez a házaspár rendszeresen felkeresi az intézményt, hogy a kiszolgáltatott kutyáknak és macskáknak megkönnyítse az életét. Mindenképpen nagyon sajnáljuk, mi is kutyatartók vagyunk, most is egy befogadott kiskutyánk van, és 25 éve végig volt a kutyáink, mióta együtt vagyunk, és nagyon sajnáljuk őket. Tehát próbálunk segíteni, ahogy lehet. Befogadni nem tudunk még egyet, mert olyan életünk van, hogy nem tudjuk. Bár volt 3 kutyánk is egyszerre, de most nem megy. Hát valahogy próbálunk segíteni. Az árva négylábúak is megérdemlik a törődést, és nem csak ilyenkor az ünnepekhez közeledve. Így akik felkeresnék az intézményt, azok az év bármely időszakában megtehetik. Gyakorlatilag nyitva tartunk az év minden hetén, szerdán, csütörtökön, pénteken délután, illetve szombaton, vasárnap, illetve munkaszüneti napokon pedig délelőtt, tehát szeretettel várunk mindenkit, illetve a honlapunkon, közösségi oldalon is elérhetőek vagyunk, úgyhogy bármilyen fórumon felvehető velünk a kapcsolat. Az Emberek az Állatokért Alapítvány örömmel fogadja a támogatásokat is, az adományokat a képernyőn olvasható számla számra várja az intézmény.